már csak néhány hetük maradt azoknak, akik lakásvásárláshoz vagy bővítéshez még a jelenlegi feltételekkel szeretnék felvenni a Csok Plusz támogatást. 2024. január 1 érvénybe lép az újvárosi Csok, ami a mostanihoz képest jelentős különbségekkel lesz elérhető a családok vagy házaspárok számára. A Csok, amit eddig ismertünk, egyaránt igényelhető volt meglévő gyermekek után, illetve a jövőben tervezett, jövőben születendő gyermekek után, és Tartalmazott visszanemtérítendő támogatási összegeket, plusz egyéb járulékos kedvezményeket, mint például illetékmentesség az ingatlan érték határától függetlenül, vagy az esetben a kedvezményes hitel lehetőséget, például a két és három gyermekesek számára igénybe vehető 10 és 15 millió forintos fix kamatozású 3%-os lakáshitel formájában. A Csoplus viszont már egy kedvezményes hitelprogramként tekinthető, ami azt jelenti, hogy jelentős összegű, nagyon kedvező 3%-os kamatozású lakáshitelt kaphatnak az igénylő párok. Az újvárosi csoknak is alapvető feltétele, hogy a házas gyermekszületését is vállalniuk kell. Egy gyermek esetén 15 millió, két gyermek esetén 30, illetve három gyermek esetén 50 millió forint lehet fix 3%-os kamattal. De megszűnik a visszanemtérítendő támogatás, és kizárólag házasságban élők igényelhetik majd, egyedülállók nem. Mindemellett az új konstrukciónak van egy előnye a korábbival szemben. Ha megszületik a második gyermek, akkor 10 millió forint elenged az állam a tőketartozásból, és a harmadik, negyedik és többedik gyermek után szintén 10-10-10 millió forintos tőkejóváírás biztosít a kormányzat a hiteltartozásból. Ez jelentős, jelentősen nagyobb támogatás jelent, nem csak a havi törlesztőrészlet formájában, hiszen jóval kedvezőbb, mint a piaci kamatozású hitelek, hanem abban a tekintetben is, hogy eddig két gyermek után egy használt lakásvásárló csak alig több, mint 1,3 millió forintot tudott igényelni, most pedig két gyermek vállalása és születése esetén pedig 10 millió forint nagyobb összeget kaphat, pontosabban ennyivel csökken a hiteltartozás. Az új csak miatt bekövetkező indokolatlan áremelkedést is fékezni szeretné a kormány. Ezért az első közös otthon megvásárlása esetén az ingatlan értékének felső határa 80 millió forint. Lakásbővítés vagy újabb gyermek születése miatti nagyobb lakásba költözés esetén 150 millió forint az értékhatár. Amennyiben felújításról és bővítésről van szó, ott 20% önerő szükséges. A csok pluszt a nők 41 éves korig igényelhetik, de lesz két év átmenet, ameddig a 12 hetes terhesség igazolásával igényelhetik az ennél idősebb nők is. A kölcsön futamideje 10 és 25 év közötti lehet.